Kedves nézőink, tisztelettel köszöntöm Önöket a Lólépésben Sak magazin 2019. júliusi adásában. Gunyec Zoltán műsorvezető vagyok, és nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy tájékoztassam Önöket megyén sakkozóinak a közelmúltban véghez vitt tetteiről, eredményeiről. Június közepén egy nagy nemzetközi verseny lebonyolítására került sor lellén a 37. Nemzetközi Balatoni Sakkfesztiválra. Több megyebeli sakkozó játszott eredményesen, illetve kevésbé eredményesen ezen a versenyen. Az eredménytelen sakkozó közé sorolnám jó magamat is, illetve dr. Radics Lászlót, és uh, szintén az NVSC játékosa, Görbe Szabolcs klubtársam, akinek viszonylag eredménytelenül uh, zárult a verseny. A Nyíregyházi Egyetem fiatal, 30 év körüli sakkozója, Vitai Tamás uh, elég jól játszott ezen a versenyen, Tamás kisebb kihagyás után játszott újra egyéni versenyen, és uh, érezhetően növelte nemzetközi értékszámát, amennyiben az utolsó partiját uh, sötéttel, gyalogelőny birtokában nem veszíti el indiai ellenfelével szemben, díjas helyen végzett volna, de Tamástól ez így is szép teljesítmény, régi önmagát idézte a versenyen. Kiválóan ment a játék az NVSC Fidemesterének, Forgács Józsefnek, aki nagyszerűen játszott ezen a versenyen, egyetlen partit veszített csupán egy goromba gyalogelnézéssel vesztett a bajnok haszon Dáviddal szemben, Amennyiben ez nem ö, következik be, vélhetően megnyeri a versenyt. Józsi ugyanakkor ö, szép helyezést ért el, második helyen végzett ezen a versenyen, bizonyítva, hogy 60-on túl is igen eredményes lehet egy régi tapasztalt, nagyon híres sakmester. Ha már Balaton voltunk, maradjunk is Balaton lellén. Ezen nemzetközi verseny után került sor a Nemzeti Korcsoportos Bajnokságnak a megrendezésére Balaton lellén, úgy szintén, ahol 8 évtől 18 évig különböző életkor szerinti kategóriákban versenyeztek a sakkozók a magyar bajnoki címért. A 8-10, 12, 14, 16 és 18 évesek kategóriájában külön versenyeztek a fiúk és a lányok. Lányaink három korcsoportban indultak. A legkisebb lányunk, a Máté Szalkai lakos, imár NVSC játékos papregina, derekason helyt állt a mezőnyben. Regina ősz ő, tavasszal a Diákolimpia országos döntőjében érmet szerzett, ezúttal a magyar bajnokságban a nemzetközi értékszámmal bíró erős erősakkozó között tette próbára tudását, ami meglehetősen jól sikerült. Regina körülbelül az elvárását hozta, azaz egy kategóriával az értékszám nélküliektől, az értékszámosok közé lépve, egy kategóriával fejjebb is bizonyította, hogy nem indok nélkül sakkozik, hiszen nagyszerűen játszik is, Akár szép jövő is állhat előtte. Egy kicsit tovább lépve egy kategóriával, a 14 éves leányok között Varga Mira Adél, az NVSC játékosa, Varga Péter nemzetközi mester leánya, nagyszerűen szerepelt. A mezőnyben Értékszáma alapján hátul volt, mire azonban ez ellentett, és jelentősen növelte a verseny végén értékszámát. Sem Mirának, sem más megyebeli játékosnak érmet nem sikerült nyernie az országos bajnokságban, viszont az, hogy többen igen jelentősen növelték a nemzetközi értékszámokat, nagyon szép eredménynek számít. A 16 éves lányok között szerepelt a Nyíregyházi Egyetem fiatal leányzója, Nagy Bettina, aki az utóbbi időben rendkívül sokat fejlődött, és nagyon stabilá, erőssé vált a játéka. Bettinának sajnos ezen a versenyen nem ment a játék, és viszonylag sok értékszámot veszített. A fiúk között több szép eredménynek voltunk a szemtanúi. A tíz évesek között játszott Ferku Donát az NVSC-nek a játékosa. Donát értékszám nélküliként játszott a versenyen, azonban ezen a versenyen bizonyította tudását. Noha nem sikerült érmet szereznie, a közvetlen élbolyban nem verekedte be magát, tulajdonképpen a nemzetközi értékszám megszerzésével bizonyította, hogy ha szorgalmas és jól sakkozik, akkor szép eredményeket érhet még el, és tovább gyarapíthatja verseny győzelmeinek a számát. A 14 éves fiúk között játszott az NVSC új igazolása, Gyurika Tamás, akinek ez a verseny kirobbanóan jól sikerült. Közel százzal növelte nemzetközi értékszámát, ami még ifiknél sem ö, szokott gyakran előfordulni, nemhogy felnőtt játékosoknál. Szintén kiválóan játszott a 16 éves fiúk között Blahot a Marcel. Marcel az utóbbi években. Ö, egyre jobban játszott, viszont értékszáma nem nagyon akart növekedni, annak ellenére, hogy saktudása tudása érezhetően fejlődött. Nos, a sok munkának megjött a gyümölcse, ugyanis mintegy 34-en növelte nemzetközi értékszámát Marcel, tőle sokkal-sokkal magasabban jegyzett játékosokat is kitartott, rendkívül stabilan és jól játszott, ami bizonyította, hogy a befektetett munka, a sok edzés nem veszett kárba. A 18 évesek között próbált szerencsét megyénk legeredményesebb ifjúsági játékos, a Varga Marcel mesterjelölt, aki 2018 évben a megyei bajnok volt, ifiként és felnőttként egyaránt. Marcel Viszonylag stabilan játszott ezen a versenyen, egy-egy partiban folyamatosan jól játszott, addig, amíg egy-egy hiba be nem csúszott. Sajnos ebben az igen erős mezőnyben, ahol a 18 év alatti fiúk között igen sok fidemester és nemzetközi címviselő is játszott, egy-egy hiba elég volt ahhoz, hogy Marcel veszítsen, vagy döntetlenre mentsék ellen a jól álló partit. Ez a verseny most neki sem sikerült jól, de ez nem baj, a tudás benne van, és a későbbiekben pedig bizonyos vagyok benne, hogy sok szép eredményéről számolhatunk majd be. Ennyi történt legutóbbi adásunk óta megyesak életében. A Megyei Sakszövetség gőzerővel készül az augusztus 22 és 26 között megrendezése kerülő Nyírségi fesztivára Fesztiválra 37. verseny ezúttal. A Nyírségi Vidor Sakfesztivál tulajdonképpen három versenyből áll. A főverseny, amelyre sok nemzetközi címviselő is fog érkezni, augusztus 22-től 25-ig az aréna épületében kerül majd sor. Ott lesz lebonyolítva négy különböző csoportban. Tudás és értékszám alapján lesznek szétszedve a sakkozók kihová regisztrál, tehát lesz besteri csoport, B csoport, C csoport és a D csoport, ami a gyermekeknek a csoportja illetve augusztus 24-én délután, három óra után a Kossuth téren egy nagyszabású villámversenyre fog sor kerülni. A Kossuth téren már évek óta megrendezése kerül ez a verseny, és mindig igen népszerű, nagyon sok nézőt vonz a látványos verseny, valamint augusztus 26-án egy egész napos Rapid verseny lebonyolítására kerül sor, melyen a főversenyen résztvevők szoktak jelen lenni, illetve az ország különböző tájegységeiről is érkeznek erre az egynapos Rapid versenyre a kontinentál Arena épületébe. Ezek után. Ö, ahogy szoktam mondani Péter nagymesternek, sakkozzunk, szeretnék a tisztelt nézőknek ö, magyar sakkozók különböző alkotásait bemutatni, azon keresztül szeretném a tőlem telhetően megmagyarázni a sak rejtelmeit, a tervválasztást és a sak -sok, sok olyan ö, specialitását, különlegességét, amelynek a megértésével jobban élvezhetjük a sakkot, és remélem sokat is sikerül ezekből tanulni. Az első parti, amit a mai napon szeretnék a kedves nézőknek bemutatni, már nagyon régen játszódott, 47 évvel ezelőtt Skopjében rendezték meg, akkor még az Jugoszlávia volt, Skopjében rendezték meg a Sakkolimpiát. A Sakkolimpia egy olyan rendezvény, amelynek a megrendezésére két évente kerül sor, tehát nem olyan, mint a rendes sportági olimpia, viszont szakmai szempontból olyan, mint a rendes... Ö, olimpia, tehát ott igazán jó csapatok és az országok, legjobb országok válogatottjai vesznek részt. Az olimpiákon rendszeresen játszanak a világbajnokok, a volt világbajnokok, a világbajnok jelöltek és a szuperklasszis extra ö, nagymesterek, az extra klasszisok. A 70-es évek elején a magyar sakkozás feljövőben volt, és Portis Lajos vezette magyar olimpiai gárda, folyamatosan aratott nagy-nagy sikereket. Ekkoriban a fiatal olimpiai válogatott több tagja kezdett beérni, és megjelent a válogatottban például Ribli Zoltán, későbbi világbajnok jelölt, Szaksz és a 70-es években jelölt, jelent már meg a válogatottban Adorján András, aki szintén világbajnok jelölt volt 1981-ben, ha jól emlékszem. Ez egy olyan lelkes fiatal gárda volt, amelynek a vezérevezősei sem voltak túl idősek, hiszen ekkoriban is Lajos 30-as évei közepén járt, és hasonló korú volt Bilek István nemzetközi nagymester is. Bilek nagymester az olimpiai csapatnak volt a tagja, később pedig szövetségi kapitányként is maradandót alkotott, és a mai napon néhai Bilek István nagymesternek egy alkotását szeretném bemutatni. 1972-ben az olimpián annyi csapat volt, annyi csapat vett részt, hogy elődöntőre és döntőre került sor. Az elődöntőn sikeresen szereplő csapatok jutottak csak a döntőbe, és a döntőbe már a, a mondjuk úgy a legerősebb csapatok vitézkedtek egymással a bajnoki címért és érmekért és különböző szép helyezésekért. A magyar csapat, természetesen simán bejutott a döntőbe, és a későbbiekben pedig ezüstérmet szerzett. Ez egy óriási siker volt, hiszen akkoriban a Szovjetunió a világ legerősebb sakcsapatát tudta kiállítani, a világbajnokokkal, ex-világbajnokokkal és a világ közvetlen élvonalába tartozó nagymesterekkel. Két évvel azelőtt mérkőzött meg a szovjet válogatott a világválogatottal, és a szovjet válogatott természetesen legyőzte a világválogatottat, ahogy 14 évvel később is győzni tudott a szovjet válogatott a világ egyéb részeivel szemben. A szovjet válogatott tehát egy olyan ö, válogatott volt, amelynek a tartalékaiért tartalékainak, tartalékjátékosainak is örültek volna más csapatok szövetségi kapitányai. A döntő, amikor megkezdődött, az első fordulóban Magyarországot éppen a Szovjetunióval párosították össze. Ez általános vélekedés szerint nem kedvezett a magyaroknak, hiszen a Szovjetunió utca hosszal szokta megnyerni az olimpiát, és amennyiben az olimpia utolsó fordulói egyikén találkoztak volna, akkor a szovjet válogatott már békülékenyebb lehetett volna az olimpiai bajnoki cím biztos tudatában. Tehát az első fordulóban még az volt várható, hogy a szovjet olimpiai csapat harapni fog a magyarokkal szemben. Természetesen a fiatal és lelkes magyar válogatott is készült, nem ok nélkül, hiszen a szovjet válogatott három ex-világbajnokkal és egy világ közvetlen élvonalába tartozó, azt hiszem akkor a világranglista harmadik helyén álló szupernagymesterrel áll ki a magyarokkal szemben. Ekkor a világbajnok, ugye Boris Paszki nem játszhatott, hiszen ekkoriban készült Bobby Fischer elleni világbajnoki döntőre, de általános volt a vélekedés, hogy a szovjet válogatott bőségesen erős Spassky nélkül is. Volt olyan hang, amely azt mondta, hogy az olimpia hiányos, hiszen többek között Fischer és más exaklasszis nagymester sem játszik az olimpián. Nos, a döntő első fordulójában Magyarország ö, szép sikert aratott ö, a szovjet válogatottal szemben, és, ö, és a rendezőség azzal válaszolt az olimpia hiányosságát ö, firtató megjegyzéste, hogyha egy sokszoros olimpiai bajnok csapat a döntő első fordulójában a magyaroktól vereséget szenved, akkor nem lehet arról beszélni, hogy nem megfelelő színvonal, színvonalú az olimpia. Tehát az imént kimondtam, Magyarország le tudta győzni a Szovjetuniót, amely erősebb volt az egész világnál. Hogyan kerülhetett erre sor? Az első táblán ö, Portis Lajos játszott, és kiváló ellenfelével szemben döntetlen ért el. A harmadik és negyedik táblán is nagyszerű sikert értünk el, döntetlent játszottunk az ex a második táblán pedig Bilek István nagymester világosan játszott a világranglista harmadik helyén álló Viktor kocsnójal, a rettenetes Viktorral szemben. Nézzük akkor a partit. Tehát a világos figurákat Bilek István nemzetközi nagymester vezeti, a sötét figurákat pedig Viktor Korcsnoly, szovjet nagymester vezeti, akinek az értékszáma akkor több mint 150-nel volt magasabb Bilek nagymesterétől. Az olimpia küzdelmeihez idomulva Bilek nagymester egy furcsa megnyitást választ, az úgynevezett réti megnyitást, amelyet sokszor játszott már, viszont által a kevesebbet játszott változatot játszott meg, mégpedig azzal a céllal, hogy lehetőleg kibillentse az ellensúlyából félelmetes szovjet ellenfelét. Egy olyan felállást választott Bilek nagymester, amelyben világos később teríti ki kártyáit, hogy pontosan mire is játszik. Valójában a partiban egy, egy ö, ö, centrális stratégia valósult meg. Ö, bilek nagymester Úgymond kissé késlekedett a terv ö, nyilvánosságra hozatalával, ezt ő laposkúszásnak nevezte, és megvárta, hogy kocsnoli hogyan alkalmazkodik milyen felépítést választ a réti megnyitás ellen, és egy ö, ö, nagyon szép tartalmas partiban tudta felülmúlni félelmetes Szovjet ellenfelét. Tehát Huszár F3, a réti megnyitás, egy cseh nagymester volt, Rihád Réti, aki kidolgozta ezt a megnyitást, D5, C4, ez, ezt a gyalogot igazából leütni nem nagyon érdemes, D4-et tolt Korcsnoy, térelőnyt kíván elérni az állásban, G3 következett természetesen, és Huszár C6-tal Korcsnoy megvédte a D4 gyalogot. Futó g2 következett, e5, és d3. Ebben az állásban lehetővé válik tulajdonképpen d3 helyett a rövid sánc is, arra, mi, arra következhetett volna e4, majd arra huszár e1, huszár f6, d3, és egy kiegyenlített állásba jutottunk volna, a Bilek nagymester későbbre tartogatta a tényleges küzdelmet futó b4 sakkot adta be korcsnoy, amire világosnak nem azt mondom, hogy nehéz válaszolnia, hiszen közbe húzhatja a lovat is és a futót is, a király lépés az természetesen nem jó, de de nem egyszerű. Hogyha hogyha a futót húzza d2-re, akkor arra sötét a5-öt válaszolhat, ebben az esetben lehetőség van a huszár A3, huszár C2, majd B4 manőverre. Bilek nagymester hosszas gondolkodás után huszár B, D2-t játszott, amire megérkezett az A5, és rövid sánccal oldotta fel a kötést, világos. Huszár F6 következett, amire huszár E1. Ez egy rendkívül érdekes manőver, kicsi érthetetlennek tűnik, hogy a kifejlesztett huszára világos miért lép vissza az alapsorra. Ennek a, a lépésnek a az alapgondolatát egy tapasztalt sakkozó könnyen megfejti, hogy ha azon a nyomon indulunk el, hogy merre mehet tovább az a huszár, hát F3-ra mehet vissza, de akkor semmi értelme egyre visszalépni, az a huszár természetesen C2-re igyekszik az esetleges vezérszárnyi előrenyomulást kidolgozni. A vezérszárnyi előrenyomulás azért is tűnik erősnek, mivel világosnak a G2 futója meglehetősen erős azon a bizonyos nagy átlón. Sötét elsáncolt, amire következett 20 C2, és a futónak távoznia kell. Nos, merre távozon természetesen e hétre, bár kínálkozott volna a futó D6 is, amire Huszár F3 visszakozás lett volna erős. Ezek után A3 következett, itt a terv az lehet, hogy bástya ab B1 és b 4 jel igyekszünk teret nyerni a vezérszányon, tehát a vezérszányon vezetünk támadást. Huszár D7 következett, és erre B-3. Óvatos Duhaj Bilek nagymester nem ö, teríti ki azonnal a kártyáit, Korcsnoly huszár C-5-tel igyekszik, huszár C-5, C-5-tel igyekszik, C5, C5 igyekszik lestoppolni a vezérszárnyat, illetőleg a centrumban elhelyezni azt a szép huszárt. Bástya B-1 következett, a B4 áttörésnek most már annyira nincs akadálya, viszont most következett a futó G4. És itt is megmutatkozik a C5-ön elhelyezett sötét huszárnak az ereje, fenyeget egyszerűen huszárű D3, és nem lehet visszaütni a kötés miatt. Bilek nagymester huszár e 4 oldotta meg ezt a problémát, amire ugye azt lehet mondani, hogy ha a huszát cserélne, akkor a futóval üt, ha a cserélne sötét, akkor futó G2 ütenéig következhetne, de sötét a huszát A6-ra vitte vissza. Hát ez a lépés talán vitatható, de én nem érzem úgy, hogy vitathatnám Viktor Korcsnoynak a lépéseit. És itt Bilek nagymester megkezdte a centrális stratégiáját, mégpedig elkezdte felszámolni a sötét gyalogcentrumot. F4. E F4, f 4, a futónak távoznia kellett onnan, a futó E6, én azt hiszem ez a legerősebb lépés, és most következett Bilek nagymesternek egy lépése, ami rendkívül erős. Vezér-e 1 Ez a vezér-e egy lépés tulajdonképpen kettős tervet jelent, egy egyrésztről fenyeget a H4 térnyeréssel, másrészt fenyeget az E3-mal is, ami a sötét gyalogcentrum felszámolását jelenteni, és ebben az esetben pedig világos a gyalogjaival meg tudná szállni a centrumot, ami előny biztosítana számára. A E4-en azt a huszát nem lehetett megtűrni, ezért Korcsnoly f húzott, gyalog f 5 ami a számítógép szerint is a legerősebb lépés. Bilek nagymester D2-re húzta vissza a huszárt, és fenyeget ugye a D5 gyalognak a lenyerése is, például futóüt C6, üt C6 és bástya üt D4, ezért Kocsnoly szörnyű gyengítése szánta el magát, G5 volt a vitatható lépés, talán futó g is lehet, lehető, futó is lehetőség nyílt volna. Bástya F1, és Huszár B8. A szemtanúk szerint itt már Kolcsnói nagymester jelentős időszavarban volt, és szerette volna ugye d keresztül játékba hozni a, a, lovát. Talán a Huszár C5 visszakozás lett volna még ehelyett ajánlható. Ezzel lehetőséget adott világosnak az E3-mal a gyalogcentrum felszámolására, E3, futó F6, gyalogüt D4, Huszárű D4, 4 4 sakk, és Király H1. Csak látszólag gyengi, gyengék világos állásában a sötét mezők, nem sokára sikerül a, a sötét mezők gyengeségét felszámolni. Következett Bástya E8, amire Huszár F3 következett, és ezzel a lépéssel Bilek nagymester rámutatott a G5 pont gyengeségére is, tehát a gyalogcentrum felszámolását követően most már király elleni támadással is fenyeget. Futó F6 kötelező, vezér D2, H6, nincs mit tenni, védeni kell a G5 gyalogot, és most következik D4. Itt már érezhető előnyben van világos, nincs mit tenni, mint C6-tal biztosítani a D5 pontot, azonban futó B2vel, a második futó is a nagy átlóra kerül. Most következett futó F7, azonban Bilek nagymester ennek a lépésnek a pontatlanságára rámutatott vezér C2-vel, és a futónak vissza kellett lépnie E6-ra hiszen hogyha G6-ra került volna az a futó, akkor G4 kötés kihasználás következett volna. Ezek után a bástyákat kell a legjobb ö, állásba tenni, tehát Bilek nagymester a bástyákat fejlesztette, bástya B, D1, huszár A6. Ilyenkor szokták mondani, hogy ugye a... Huszárlépés bűnbánó visszakozás, de hát c 7 keresztül még rá kellene játszani a D5 pont tartására. Bástya FE1, a másik bástya is aktív vonalra került, király G7, és most következett, miután már minden tiszta legjobb helyen van, az áttörés D5. C5D5, d 5 C5 a futónak lépnie kellett D7-re, futó D7. Bástya üte 8, bástya üte 8, és most következett egy idegörlő lépés, huszár D7. Fenyeget, huszár D4 után, fenyeget a huszár F5, ö, gyalognyerés is, és még sok minden, futó D7 következett. Bilek nagymester azonban néhány pontos lépéssel rámutat a sötétállás tarthatatlanságára. Huszár E6, azt a ö, lovat le kell ütni, tehát futóüt E6, D5, E6, és Korcsnoy nagymester vezér C8-at lépett, és egyúttal átlépte a gondolkodás időt, mire lenyomta a sakkórát, már túllépte a gondolkodás időt, de itt már teljesen mindegy volt, hiszen Bilek nagymester fenyegetett, futóüt F6, királyüt F6, vezérüt, C8, Bástya C8, Futó üt B7, tisztnyerése, tehát itt már mindennek vége volt. Ezzel a szép győzelemmel a döntőben a magyar válogatott legyőzte a világverő szovjet válogatottat. Ebben a partiban tehát meglátok, milyen a centrális stratégia, a hosszú lejáratú tervek megjátszása, miután sötét már kiterítette a kártyákat, és még sok-sok minden tanulságot levonhatnánk ebből a partiból, de sajnos elfogyott a műsoridőnk, el kell, hogy búcsúzzak Önöktől, köszönöm a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!